Sziasztok! 2024. április 13-a szombat, nagyjából ilyen délfele jár az idő, és itt vagyok Beremend után és a horvát határ előtt. Sisakomból láttattátok, hogy újra egy kerékpáros túra fog következni. Ezúttal nem a Kopácsi rét fele megyünk, hanem Irányeszék. Még mindig Magyarország. Az időjárásról annyit, hogy már nagyon szép időt mondtak. Ilyen 26-27 fokot. Ezért húztam is egy ilyen old schoolinget. A napfény miatt. Meg egy hosszú gatyát ne égessen szét teljesen. Hiába kenem be magam 50-essel. Egyszerűen leolvad út közben. Idővel. Na és itt is van előttem a horvát-magyar határ. Ugye mondtam is, múltkor nincs ellenőrzés. Schengen. Republika Horvátska. És már Horvátban is vagyunk. Berementől eddig volt 2,6 km Beremend végétől nagyjából, onnan a templomtól. És azt még azért mondom, aki esetleg az előző Kopács rétes videót nem látta, és hiányolja a villanybringát, hát azért ezzel jöttem, mert sokkal könnyebb bepattintani a csomagtartóba. Kis cetlimet most is ide tettem a biztonság kedvéért jegyzetnek. Így a fejemben van már az egész út, múltkori után. És azt hiszem nem is szövegelek most egy darabig, amit kellett, azt elmondtam, és akkor legközelebb majd Billjénél, magyarul magyar nevén Bejénél kapcsolom be a kamerát, találkozunk ott. És tulajdonképpen azért sem akarom ezt az útszakaszt fölvenni Bejjég, mert teljesen ugyanaz, mint a Kopácsi réthez, ahogy mentem. Vissza lehet ott nézni, akit esetleg érdekel, de még az időjárás is pont ilyen volt. Most van 14:30, 35 km után beérkeztünk Billjébe, és itt a körforgalomnál nem balra megyünk le Kopácsi rét felé, hanem egyenesen Eszékre. Billje végén egy gyönyörű kerékpárút örvendeztet meg minket, és itt már van is kerékpáros élet, ahogy ezt lehet látni. Szavaztok! Előre is pár bringás. Most érkeztünk Billje végéhez, és itt van valami tó, mindjárt vissza is fordulok. Na szóval visszafordultam egy pillanatra, és mutatom ezt a tavat, vagy mi. A Drávától még messze vagyunk elvileg, még nem vagyunk Eszéknél. Le is tettem itt egy pillanatra a bringát. Itt vannak ezek a régi oszlopok, valami korábban elbontott fahíd az emlékét őrzik. És itt van ez a vízterület. Közvetlenül rögtön Billje végénél, Eszék felé. És ahogy közeledek Eszékhez, megsokszorozódott az autóforgalom. Hihetetlen mennyien vannak. Még jó, hogy van itt ez a kerékpárút. Most van 3:43, és nagyjából ilyen 42 km után megérkeztem Eszékre. Ez itt mellettem jobbra a katakombák, a Dráva. Most az autós hídon haladok, mert innen egy jó rálátás nyílik az erődre. Szemben pedig az erőd falai láthatók bástyatoronnyal, egy régi barokk erőd, mindjárt megnézzük majd azt is. Kerékpárút az nem itt vezet, csak tényleg a látvány miatt jöttem erre. Nagyon szép Eszék, mind a két oldalt kerékpárút visz a Dráva mindkét partján.
milyen hosszan vonul az erőt fala. Van itt egy ilyen lépcsős lejáró. Le is viszem a biciklit. Közben átvedlettem, levettem a kukás mellényt magamról, húztam egy baseball sapkát, és mutattam a drávát. Ez az autós híd, de balra van egy gyalogos híd is. Szemben nem tudom mennyire látszik ezek a boltívek, azok ott a katakombák. Még van futópálya is. Ilyen vastagak az erőd falai, hihetetlen. Még 1678-as török kiűzése után kezdték el építeni az osztrákok. Nem sajnálták belőle az anyagot. És ez itt a templom torony alatt, ez a vízikapu, a várnak az egyetlen megmaradt kapuja, illetve az pedig ott az egyetlen bástyája. Na most azt tervezem, itt bemegyünk a vízikapun, a vár belső területére. Ó! Vízikapu. Víz nincs az árokban, de ez a jó kemény kő. Ezt nem nagyon szereti a versenybringa. Mindjárt át is emelem. És már benn is vagyunk az erőd területén. Hát, lemegyek a szélére, ott nem macska köves. Még jók ezek a boltíves kis utcarészek. Ja, így mindjárt jobb. Megvan a hangulata ennek a vár belső résznek. Most itt elmegyünk egyszer jobbra. Pont harangoznak, Szent Mihály templomban. 3 óra. És a vár központi területén találjuk a Szent Háromság teret. Szent Háromság oszloppal pont itt van előttünk. 1729-ben a pesti elvonulása után az erőd parancsnokának a felesége építette. Hát körülbelül a városnak a harmadát el is pusztította a járvány. Szintén barokk stílusú ez a Szent Háromság oszlop, ahogy a vár is. Talán ebből a szögből legjobban süti a nap. Gyönyörű ez a tér. Nem is kicsi. Tavernák. És megyek is egy kört. Van egy szökőkút, vagy valami, ami nem üzemel. Ez valami, igen, szökőkút lehetett, csap. Valami kútszerűség. Van egy bizonyos hangulata. A másik oldalon is. Az oszlop két oldalán ilyen szökőkútszerű dolog. Elmegyek a Szent Mihály templom felé. Nyitva a kapuba is lehet menni. Egy pillanatra bekukkantok.
ringát itt hagyom a lépcsőjénél, és akkor nézzünk be egy pillanatra a templomba. Kicsit még kóricálok erre a vár belterületén. Csoda régi kapu. És ha jól látom, a falakon még a délszláv háborúnak a golyó belövései is látszanak. Milyen szép épületek vannak itt a főtérnél. Ott a sarkon is ez a szobor például. Egy régi katonai épület úgy néz ki, és itt is van egy templom az erőd udvarában. Innen jöttem le a rámpám bringával, és elhagyom az erőd területét, kimegyek újra a Dráva partra. Itt az erőd. Ismét visszajöttem a Dráva folyóhoz. Ott van az autós híd, azon jöttünk át. Belje irányából. Szemben vannak a katakombák. És a túlparton is egy kerékpárút fut. Az pedig ott, azt hiszem, a strandnak a bejárat, ahonnan zene szól, az ott a Copacabana. Broadway, valami éttermi, ha jól lehet. Cocktailbar. Per pillanat, hogy nézem, nem üzemel. A Dráva szélén van kikötve, de ott vannak a nyitási idők is, úgyhogy este lehet, hogy megindul itt az élet. Közben itt a Dráva parton haladva érkezek is a 1981-ben épült gyalogos kerékpáros híd mellé, majd visszafele ezen fogunk mi is átmenni. Nagyon impozáns ez a híd. Szép, kecses, vékony. Ülők, tavernák mindenhol, zsivaj, fiatalság, bárok. Na, El Paso, itt van a nagy lóvé. Újra kiérek a Dráva partra. Egy picit megyek ezen a töltésen. Már a versenybringa nem pont erre való, de hát innen a legszebb a felvétel most. És itt lassan meg is fordulok. Megkeresem a Székesegyházat, itt lesz valahol. Ott a tornya, már látom is.
újabb életkép egy térről. Itt vagyok közvetlenül a Szent Péter és Pál székesegyháznál, és mindjárt mutatom azt is. Előttem a székesegyház. Nem tudom, mi hallatszik. Nagy dínom-dánom megy itt mellettem. Most megállok előtte. Sajnos a fényiránya nem kedvező. Monumentális építmény. Kénytelen vagyok ebből az oldalból mutatni. Talán egy kicsit kedvezőbb innen a napiránya. Na, szóval azt akartam mondani, monumentális építmény. Tornya 90 méter magas. Ez a Horvátország második legmagasabb templomtornya. Ugye a legmagasabb az Zágrábban van. Ő hatalmas rózsaablak. Jó nagy területű templomról van szó. 1894 és 98 között épült, német építészek tervei alapján, neogótikus stílusban, ahogy olvastam. Piros téglából ez jól látható, és a délszláv háború alatt sajnos több belövést is kapott, bár kijavították, de imittam ott még lehet látni a golyónyomokat, főleg ezen az oldalon. Ott is rögtön van egy pár kerekablak alatt. Gyönyörű templom. Magyám a horvát dínom dánom. Bejöttem ebbe az utcába, hogy innen is mutathassam a templom tornyát. 90 méter, hát nem semmi. És horvát életérzés. Ő, mekkora virágcserepek, ez igen. Újra visszatértem a Dráva partra, csónak kikötő mellé, és most átmegyünk a gyaloghídon. Akkor lássuk ezt a gyaloghidat. Kajázni fogok, kerékpárt azt ide az árnyékba tettem addig, tűz a nap, mintha csak nyár lenne. Jó, hogy vannak itt a Dráva parton padok. Hoztam egy kis barna süteményt, valami kalácsot, vaníliás tejet, meg még a tacsóban van kettő darab
sajtos rúd. Hát akkor jó étvágyat. Meg is volt a kaja. Hoppá, nézzétek! Április 13-a van, és virágzik az akác. Ez általában ilyen május elején szokott, április végén. De annyira jó idő van mostanában, hogy minden lehetséges. 4:30 van, és a Copacabana strand felé lassan el is hagyom eszéket. És tényleg egy fontos info, nem is mondtam, hogy Eszék Szlavónia legnagyobb városa, Horvátországnak viszont a negyedik legnagyobb városa, 96 ezer lakossal. Gyönyörű a Dráva. Milyen széles. És már fürödnek is benne. Már fürödnek a Drávában. Ennyire előre jött a nyár. Azt hiszem holnapig fog ez még csak tartani, aztán jövő héten jön a kemény lehűlés. Ez itt a Copacabana strand. El is hagyom a strand területét. Kellemes hátszerem van. De úgy haladni a Dráva parton. Most értünk a katakombák mellé. Itt látszanak. Olyan, mint valami pincerendszer lenne. A garázsok, mi? Ezen a hídon jöttünk be Eszékre. Ebben az irányba megyünk vissza. Hát, csodás az akát. Milyen jó illata van. Közben 3:45 van, eddig mentem 51,5 kilométert. A visszaút az most is ugyanaz lesz, majd itt-ott bekapcsolom a kamerát, mutatok még szép felvételeket, ha találok, és akkor elindultam Bremenre vissza. De szépen virágzik a repce. Prima minőségű kerékpárút és gyalogút egyben. Hú, tényleg szuper a kerékpárút minősége. Egyszerűen csillagos ötös. Mind a két oldalon. Sehol egy úthiba, sehol egy repedés. Semmi. Folytatódik a jó minőségű kerékpárút. Bijöjjén. Fejét elhagyva, újra visszatérünk az erdő mellé, rozog a kerékpár útra, de még mindig forgalmas mellettem az út. Jó ez a kis műzli szelet. Na, megvolt a kajapia. Mindjárt indulunk is. 4:60, és már most több kilométert mentem, mint amikor a Kopácsi réthez tartottam. Megérkeztem Baranyszkon-Petrovom szélóra, Petárdára, és eddig 87,5 kilométer. Az utolsó település ez a határig. Kezd már lemenni a nap. Hát azért még van egy fél óránk napjuk tájig. Van 7 óra 20 perc, és mindjárt visszatérek határ magyar oldalára. És újra otthon. És el is érkeztünk a túra végéhez. Újra itt vagyok Beremenden a templomnál. 7:30 és 92 kilométer volt ez a túra. Hát egy picivel több, mint amikor a Kopácsi réthez mentem. De nagyon szép volt a szék. Meglepődtem, mennyi jó kis kerékpárút van arra. Nagyon tetszett, remélem nektek is. És már a búcsúzom is.
Aztán minden jó, meg találkozunk legközelebb is. Ciao mindenkinek, sziasztok!